Sziasztok, én Wolf vagyok, és ez itt a Rocket League, most már új monitorral. A videó is hamarosan kikerül a monitorról, az új monitorról. Most bemutatom nektek, ami 26-án jelent meg, egy új mód. Az nem más, mint a kosár mód. Ugye lehet focilabdával játszani benne, lehet már koronggal is játszani, jégpályán, és most már kosárlabdával is lehet, és ezt fogom nektek bemutatni, hogy milyen is az új mód. Én kontrollerrel fogok játszani, teljesen full grafikámban a játék, bár erről már csináltam egy videót, amiben bal felső sarokba volt mutatva, hogy mennyire használja ki a gépet, és hogy hány FPS-sel megy, ilyen 70-80 körül, nincs egy nagy gépigénye, viszont szép. DirectX 9-be volt játszva, 11-et ezt nem tudom, hogy hogyan lehet beállítani, elvileg sehogy, én legalábbis ahogy néztem, Full HD-t és a forráskódok között kellett átírni, úgyhogy már a felbontás már lapban nem volt benne, hanem laptop felbontás volt. Visszatérve a játékra, és ahogy láttátok, voltam, vagyok, és szemítő vagy. Ezért felborultam, egyébként nagyon függ a csapattal is, hogy hogyan játszok én, meg ő is függ tőlem, mert nem mindegy, hogy hogyan megy a labda, meg milyenek az állatok. Persze, mit csinálsz? Az szép lesz! Egyébként nagyon tetszik a mentalitások, vagy hát a régi koncepció a játékkal illetője. Mi? Már pedig azért is, mert tök jó, hogy így minden módot, jaj, legalábbis idáig minden módot és minden pályán ingyenesen megkaptunk. Ami, belemenj, ami volt eddig, és megjelent a játékhoz. Egyedül az autókért, vagyis hogyha szeretnénk új autókat, mint például a visszajövőbe autó, meg tudom, hogy milyenek vannak, meg zászlókat, a hasonló és extrákat, kinézeteket szeretnénk vásárolni, vagyis hogy ez meglegyen, de igazából semmi egyébben nem különbözik a társunktól, csak kinézetben maximum, a DLC által. Azokat így meg lehet vásárolni, viszont minden más tartalmat teljesen minden sem kapunk meg, ami szerintem ma. Ráadásul ugye minden platform most játszhat együtt, szóval Xbox One, PS4 és PC együtt játszhat, mert senki sincsen előnyben a másikkal szemben. Mindenkinek ugyanaz a előnye van. És tényleg így bevallom őszintén, hogy eleinte, amikor kijött a játék, kipróbáltam crackeltem, de annyira nem jött be, szóval, hogy jó, de hát annyira nem izgalmas, főleg egyedül játszani botok ellen. Viszont most, hogy már kijött egy csomó mód, mert minden is volt az akciós, így már érdemes volt megvenni, és igazából ma a játék, annyira rákockultam, hogy már toltam bele vagy 5 órát, többet, nem tudom, mennyit ír a Steam most jelen pillanatban.
Ja, ez a kosaras mód, ez 2-4, szóval 2-2-vel tudunk játszani, de a legnagyobb az maximum 4, 4 ellen, és a normál az meg a 3-3 szokott lenni, ez most 2-2, és hogyha nem lőnk a gólt és lejár az idő, akkor az overtime, vagyis hogy azt fog nyerni, utána aki lő egy gólt. Kapunk egyébként különböző pontokat is, különböző dolgokért, hogyha például kivívjuk a labdát, akkor pedig ezt láthatjátok a clearból. Hogyha középről lőjük, akkor, de nem megy be, akkor centerból. Hogyha nem is tudom, hogy most vannak, hát még jó pár dologért kapunk pontokat. És csapongol ilyenek, és hogyha a csapattárs, vagyis hogyha nem nyerünk, akkor 750 XP-t kapunk, hogyha nem nyerünk, akkor 1000-et, ha jól tudom. Itt az overtime, ki lehet választani egyébként, hogy a kamera szempontjából a labda legyen első, vagy pedig kamera az nem a labdász középpontjába, hanem csak úgy. És gól, mi nyertünk! Na hát remélem, hogy tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, és nézzétek a többi videóimat, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!